Köszöntöm Önöket! Egyre több szülő figyel oda tudatosan, hogy gyermekei hozzájussanak a megfelelő vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz. Minél nagyobb a gyerek, szükségletei ezen a téren is egyre jobban nőnek. De vajon elég-e az egészséges táplálkozás, vagy mindenképpen szükség van vitaminkészítményekre? Ma megtudhatják. Tartsanak velünk! Ti mennyire szedtek, illetve szedettek a gyerekkel vitamin készítményeket? Három gyermekünk van, három különböző személyiség, és ez a vitaminoknál, a zöldségeknél, gyümölcsöknél is azonnal kiütközik. Van, amelyik gyermekünk nagyon zöldségevő. Van, amelyik viszont ő nem eszi a húst. Ezeknél viszont nagyon nehéz úgy szabályozni, hogy akkor próbáljuk meg úgy pótolni a vitaminokat, hogy egészségesek is maradjunk, vagy ha le is betegszünk, kevésbé viselje meg a szervezetét. Ezért én fontosnak tartom. Persze attól függően, hogy mire van szüksége, lehet, hogy ha még nem eszik például annyi gyümölcsöt, ott muszáj multivitaminnal is, de hogyha lehet, akkor én a C-vitaminokat, az alapvitaminokat érzem fontosnak, amit pótolni kell a gyerekeknél. Mikor szoktátok elkezdeni például a C-vitaminozást? A C-vitaminozást azt már ez ilyen őszi hónapokkal, amikor ennyire beborul az idő, elkezdődnek az alap kis nátha, kis orfolyás, akkor már fontosnak tartom, hogy minimálisan, nem feltétlen minden nap, de heti egy-két alkalommal már szükséges. Van, aki nem eszik zöldséget, mivel próbálod pótolni? Változó, tehát van még gyermekünk, például két kisebb, kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, ők nyersen esetleg, de már főzelékeként nem igazán szeretik megenni, ott próbáljuk a multivitaminokkal. Viszont az, hogy egyáltalán nem eszik, ez így nem igaz, mert a gyümölcsöket, megvan, amit szeretünk, van, meg van, amit nem szeretünk, de ezek mind idén gyümölcsök. Tehát télen, amikor a leginkább kiürül a szervezetükből, akkor nagyon nehéz ezt pótolni. Milyen gyümölcsöt tartasz ilyenkor előnyben? Citrusfélét? Vagy? Nagy dilemma és nagy kérdés tud lenni, mert citrusfélékről halljuk, hogy ezért nem jó, azért nem jó, de az almát az az alap, tehát az almából indulunk ki. Itt nálunk nagyon sok helyen termelik, és lehet házi almát venni. Én ezt részesítem leginkább fontosnak, de ugyanúgy a citrusféléket, a narancs, citrom, kiwi, tehát ezekben, amiben rengeteg a C-vitamin, de próbálom a savanyú káposztát is, de itt azért már nehezebb elfogadni, főleg a kisebbekkel. Immunrendszer erősítésnél esetleg használtok-e fokhagymát, hagymát? Hogy vannak ezzel a gyerekek? Ez is változó, tehát a nagyobbik gyermekünknek, ő már 14 éves elmúlott, neki már könnyebb. Ő eleve is szerette a fokhagymát, hagymát fogyasztani. Savanyú káposztával itt próbálom csempészni azért egy kis hagymát bele, vagy egy kevés fokhagymát egy kis házi olajjal. Viszont van egy nagyon jó sajtkrém receptünk, és abban nyersen megeszik a fokhagymát. És ott egy picit lehet, hogy túl libbenek a fokhagyma használatával, de viszont így legalább nyersen fogyasztják, amit nagyon nehéz. Mi, amikor gyerekek voltunk, nem volt ennyire sok multivitamin, C-vitamin, nem volt ennyire reklámozva, hogy mindent kezdjünk el gyorsan enni, azért, mert ez segít, hogy ne betegedjünk le. Nálunk is nehezen ment a hagyma fogyasztása, tehát édesapám mindig küzdött ezzel, hagyma a cékla téli hónapokban, de szerintem akkor tényleg, ahogy mondod, nem voltak ezek a rengeteg vitaminok, viszont nem volt ez a rengeteg permetezés sem, ez a rengeteg műtrágyázás, amivel minél több zöldséget, gyümölcsöt termelnének, sokkal több volt benne a vitamin. Mivel most sajnos ennyire kevés a vitamin tartalma már a gyümölcsöknek, muszáj vagyunk ezekre is gondolni, de ahogy mondod, kiskorunkban jöttek a zöldségek, gyümölcsök nyersen, főleg a nyersen való fogyasztás. Hát az gyerekkoromban csak úgy meghámozta anyu a sárgarépát a levesbőhez, és képesek voltunk azt is elvenni tőle, mert milyen fincsi. Hogy szoktál vitamint vagy multivitamint választani? Orvos ajánlására, gyógyszerész ajánlására, vagy egyszerűen reklámok után? Volt gyerekorvostól, kikértem a tanácsukat, hogy szerinted mit ajánl a gyermeknek, ismeri a gyermekeink étkezési szokásait.
nem minden vitamin eszik meg a gyermek sem, tehát azt is kell nézni, hogy ők mit szeretnek, úgyhogy ilyen változó. Tehát a gumivitaminokat a kisebb gyereknél még elfogyasztható, tehát azt jobban szeretik. A tablettákat pedig már a nagyobbak. Milyen gyakran szoktatok betegek lenni egy ilyen őszi-téli időszakban? Változó, tehát nagyon változó. Inkább ilyen december, januárra kezdünk benáthásodni, orrunk folyni, de az ilyen náthásság az előfordul szezonban egyszer, kétszer, háromszor, attól függően, hogy mennyire vírusos. Milyen típusú vitamin készítményeket vesznek? Hát így az ősz beköszöntével. Főleg az ősz, a tél és a tavasz az, mikor az immunrendszert fel kell erősíteni, mikor a gyerekek elkezdik az iskolát, az óvodát, közösségben vannak, zárt környezetben többet tartózkodnak, és így az influenza is felüti a fejét. Anyukák elsősorban az immunrendszert szeretnének felerősíteni, a gyerekeknek megadni mindazt, ami szüksége van arra, hogy ne legyenek fáradékonyak, és ne kapjanak el semmilyen vírust. Tehát maximálisan látogassák az iskolát, ne legyenek kihagyások. Milyen típusú vitaminokat vesznek többnyire a gyerekeknek? Ez egyéni. Elsősorban megkérdezzük, hogy mit fogad el a gyerek. Tehát milyen formában. Ez szirup lehet, rágótabletta, tabletta, kapszula, gumicukorka, és ebből kiindulva kiválasszuk a legjobbat. Egyénileg az, ami a gyereknek a legmegfelelőbb. Mit részesítenek előnyben a szülők? A reklámozott vitaminkészítményeket, vagy azokat, amelyek hát itt nálunk is már népszerűbbek? Mindenképpen el kell mondanom, hogy hát felcsigázza az érdeklődését annak az anyukának, vagy bármelyik paciensünknek a vitamin iránt, de mindenképpen kikérik a véleményüket, és nem feltétlenül azt a reklámozott vitamint fogja megvásárolni. Mit kell tartalmaznia egy vitamin készítménynek? Ez is egyéni, tehát kikérdezzük az anyukát, vagy egy adott esetben a beteget, hogy mit szeretne a vitaminnal elérni, a vitamin szedésével. Tehát kell-e a B-komplex bele, kellenek-e az aminosavak, kellenek-e az ásványok és a nyomelemek, a C-vitamin, milyen mennyiségben kell, hogy tartalmazzon vasat vagy kálciumot. És innen kiindulva úgy válasszuk meg a vitamint, hogy a legjobb legyen. Melyik a vitaminok, hát inkább menők? A külföldiek vagy az itthoniak? Már elég jó vitaminjaink vannak Ukrajnába is, Ukrajna által gyártottak, de még mindig talán a külföldi vitaminok azok nyerőbbek. Te, mint anyuka, inkább arra próbálsz figyelni, hogy étel által bevinni a vitaminokat, vagy mindenképpen úgy gondolod, hogy kell valamilyen vitaminkészítményt használni? Hát mint anyuka a legjobbat szeretném, tehát mindenképpen belecsempészem az étrendbe a legvitamindúsabb alapanyagokat, de ha úgy látom, hogy ez kevés, akkor nyilván, hogy hát előveszem a vitamin palettát, és kinek mire van szüksége. Ha például látom, hogy a fiam az egy kicsit fáradékonyabb, akkor bizonyára segítek neki. Tehát igen, fogyasztunk vitamin készítményeket. C-vitamin, D-vitamin, ti mennyire figyeltek arra, hogy például ezek bekerüljenek a szervezetbe? Erre szoktatok külön figyelni? Figyelünk rá, természetesen kevesebbet tartózkodunk kint, kevesebb a napsütés, a D-vitamin pótlása elengedhetetlen, de a C-vitamin bevitel az is nagyon fontos. Viszont itt lehet, hogy a közhiedelemmel ellentétben azt kell mondanom, hogy a C-vitamin az nem fog megvédeni az influenzától és a megfázástól, csak hogyha fogyasszuk, akkor lerövidíti a betegség időtartamát és enyhíti a tüneteket. Tehát mindenképpen célszerű az a C-vitamin ilyen időszakban. Vitamin készítmények, újra itt egy édesanya, és nektek hány éves gyerekeitek vannak? Nekünk két gyermekünk van, Ádám 9 éves, Dávid pedig most lesz 3. Van-e különbség a két gyerek között, ha az étkezést nézzük?
Tehát nem csak az étkezés, személyiséget, mindent tekintve teljesen két más különböző személyiségről és egyénről van szó, míg Ádám mindent megeszik, mindent szívesen fogyaszt, emellett Dávid, na ő már nagyon szelektál. Amit szeret, azt fogyasztja, amit nem, azt pedig van úgy, hogy teljesen igyekszik kihagyni az étrendjéből, emiatt is teljesen más például a vitaminpótlás egyik gyereknél, mint másiknál. Vitaminkészítményeket egyedül választasz, vagy orvos ajánlására, illetve egyáltalán használtok-e? Mindenképpen szükség van a mai világban arra, hogy vitaminkészítményeket is használjunk, hisz a mai zöldségek, gyümölcsök már nem teljes mértékben tartalmazzák azokat a hasznos anyagokat, vitaminokat, amelyeket anno ugye a biogyártásból és biotermelésből előkerülő zöldségek és gyümölcsök biztosítottak számunkra, és emiatt kimondottan odafigyelünk ezzel a gyerekorvosunkkal is, hogy folyamatosan konzultálunk például az őszi és a téli időszakban, hogy melyek azok a vitaminok, amelyeket érdemes pótolni. Itt gondolok a C-vitaminra, valamint a D-vitaminra. A teljes multivitamin készítményeket nem igazán javasolta legalábbis számunkra az orvosnőnk, és igyekszünk megfogadni a tanácsát. Mikor szoktatok elkezdeni vitamint szedni? Ősszel, tehát szeptembertől elkezdjük a D-vitaminnak a pótlását, hisz kevés halat fogyasztunk, valamint kevés olyan tápanyagot, amiben a D-vitamin jelen lenne, és emellé még pótoljuk a kálciumot is, mivel sajnos a gyermekeim tejterméket nagyon keveset fogyasztanak, emiatt fontos nekünk a kálciumpótlása is, és emellett még a C-vitamint Cebion cseppek keretében, vagy pedig már a nagynak már C-vitamin tablettákban pótlom. Egész pici kortól már használtatok vitamint? Folyamatosan az évek során, úgymond a nagytól megtanultuk azt, hogy mi az, ami a kicsinél is beválhat, és nagyon sok olyan praktika van, ami ismétlődik a kicsinél is, viszont vannak különbségek is. Szirup, tabletta, gumicukor? Mondjuk a kicsinél jellemzőbb a szirup, vagy a cseppek. Nála inkább a cseppek azok, amelyek még, ugye ő még kicsi, neki még kis adagokra van szüksége. A nagy már a tablettákat is és a gumicukrokat is fogyasztja, de ugye a gumicukor az többnyire multivitamin készítmény, ugye ezt pedig nem igazán díjazza az orvosnőnk, úgyhogy ezt inkább hanyagoljuk. Volt olyan időszak, amikor nyáron is szedtetek valamit, vagy ez csak az ősztél-tavaszra érvényes? Ősztél-tavasz az, amikor jellemző, mert nyáron annyi gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, hogy nem tartom fontosnak, és ugye ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket igyekszünk a saját kertünkből, saját megtermelt formában fogyasztani, hisz a férjem, ő növényegészségügyi szakember, és ő pedig kimondottan kiemeli azt, hogy ha a piacon veszed azt a déli gyümölcsöt, tudod, mennyi kezelésen kerül az át, és hogyan kerül az majd hozzád, hány lépcső fokon ment át, és akkor inkább azt mondjuk, hogy jobb a saját házi. És akkor citrusfélékkel például hogy álltok télen? Azokat szoktatok? Télen azért a citrusféléket vásároljuk, azért teljes mértékben mi sem tudjuk úgymond elkerülni, de igyekszünk minimalizálni, és mondjuk többet használjuk a házi málnaszirupot, a C-vitamin pótlásra is, mert ugye abban is nagyon nagy mértékben megvan, vagy a meggyet, és tehát én ilyen módon igyekszem pótolni a vitaminokat a gyermekeim számára. Van-e olyan gyümölcs, vagy gondolok itt például mentára? Régen én emlékszem, hogy nagymamám kámfor teát főzött, és a kámforból szárított. Tehát, hogy erre vagyok kíváncsi, hogy ezeket hogy szoktátok használni, vagy szoktátok-e? Hát, citromfüvet szárítunk nyáron, valamint mentát is szárítunk, ribizli levelet, megylevelet, és különböző gyümölcsöknek a leveleit is, és ezeket is használjuk teának, valamint ha a Kárpátokban járunk, akkor többnyire vásárolunk is, vannak fix helyeink, ahol vásárolunk, és a férjemnek van egy ilyen kísérleti növénytermesztése is, amiben most például teacserjéket is szaporít és termeszt, és azokat a leveleket is tudjuk már szárítani, így már van saját teánk is. Esetleg van olyan, ami immunrendszer erősítése való? Persze, tehát ezek a gyógynövényes teák lényegében mind erősítik az immunrendszert, van amelyik kimondottan köhögésre, vagy nyákoldó hatással bír, tehát ezek tehát különböző kis üvegcsékben vannak nálam a polcon, és mindig ami éppen az aktuális, és ami a szükséges, azt használjuk, mondjuk áfonyát is szárítottam például, vagy csipkebogyót is szoktunk szárítani, ugye azt még idén még nem csináltam meg, de az áfonya az már készen áll.
Volt már olyan, hogy teákkal gyógyítottál ki például egy köhögést, mert nem tudom, a sziruk nem segített? Nálunk mondjuk jellemző, hogy bármilyen megbetegedés van, például a mána szörp az első, ami előjön, hogy az kiegészítésként a kezelés mellé is, de tehát ezt az orvosnőnk is rögtön mondja. Tehát nagyon szerencsések vagyunk, hogy tényleg két olyan házi orvosnőnk van, akikkel folyamatosan konzultálunk, és ha esetleg valamilyen kisebb megbetegedés van, akkor ezt többnyire, tehát ilyen népi gyógymódokkal is ki tudjuk kezelni, és ez egy nagyon nagy dolog, hisz például a nagyobbik fiam 2 éves koráig, míg oviba nem kezdett járni, például egy antibiotikumos kezelést sem kapott, azóta is az az egy antibiotikumos kezelése van, amit az oviba szoktatásnál sajnos egy nagyobb betegséget, egy középfülgyulladást összeszedett, a kicsinél pedig úgy szintén, tehát mostanáig, tehát ő is most lesz 3 éves, és antibiotikumra nem volt szükség, és ez azért egy nagy szó, mert legutóbb is, ahogy volt egy megfázása, bekerültünk a kórházba, és akkor mondtuk, hogy tetezés ez a problémánk, megduzzadtak a nyirokcsomók, stb., és akkor rögtön mondta az orvos, hogy és antibiotikum, mondtam, hogy nem, a gyerek még nem kapott antibiotikumot, és elkezdte sorolni, hogy ilyet, olyat, amolyat, mondom, nem, mondom, tudom, mi az az antibiotikum, és nem kapott a gyerek, azért 3 év alatt egyszer sem, mondom, nem, megnézte, így átlapozta a fejlapját, mondta, hát ő ilyet ritkán lát, úgyhogy... Hogyha az anyukákat nagyon érdekelnél, hogy csináljátok azt, hogy 3 éves korig nem kell antibiotikum, egy ilyen kis alapreceptet tudnál mondani? Kimondottan fontosnak tartom, hogy a higiéniát emeljük ki a gyereknél, hogy például ha hazajön a gyerek nálunk, az az első, hogy ő megy és kezet mos. És ugye nem az az első dolog, hogy most milyen gyógyszert vetünk be, vagy milyen vitaminokat nyújtunk a gyermekeink számára, hanem az első alapvető dolog az a higiénia. Hisz ha erre nem tanítjuk meg, hanem azzal a koszos kézzel, vagy azzal a bacis kézzel kezd el utána enni, mert ugye hazajön az első dolog, ami, hát ő éhes. De tudja azt, hogy megérkeztem, leöltöztem, kezet mostam. Tehát ez azt mondom, hogy az egyik legfontosabb, és ez már oviskortól. Az étkezésben persze ki kell egészíteni a vitaminok bevitelét, de mondom, tehát mi elsődleges szempontnak azt tartjuk, hogy a higiéniára való odafigyelés az nagyon sok betegséget meg tud előzni. Lehet-e edzeni az immunrendszerüket? Ezt nem kell edzeni, az megvan. Az immunrendszerével annak van baja, aki nagyon beteg, de nem úgy beteg, mint szoktuk mondani, hogy 5 nap taknyos, és már az immunrendszere gyenge, mert 1 hónap múlva megint. De az, hogy valaki 8-10-szer náthás, köhög, adunk neki 4-5 napig valami gyógyszert, adunk neki 3-4 nap antibiotikumot, ez jó immunrendszer. Mert a világon van 480 vírus, és a szervezet találkozik vele, megbirkózik vele, és aztán van neki már hozzá antitestei. Ami legközelebb találkozik vele, akkor már jobban tud vele háborúzni, mondva. Nagyon-nagyon sokat reklámozzák például a kismamáknak a vitaminokat. És nagyon sok helyen olvastam azt, hogyha a kismama szervezete fel van készülve vitaminokkal, akkor később a gyerek is kevésbé lehet beteg. Na ez igaz-e? Hát nem, mert például a vitamin, amit adtak a kismamáknak 20 évvel ezelőtt, most már be van bizonyítva, hogy nem kell adni, mert akkor a gyerek olyan túltengésben van a kálciummal, hamar bezáródik a kutatcsa, és akkor hát kisfejű lesz a gyerek, probléma lehet az idegrendszerrel. Plusz ezekben a vitaminokban nagyon kevés olyan vitamin van, ami eredeti vitamin. A gyümölcs kivonat, vagy valami, ez mind mű, ez mind kémia. És sok anya szervezetbe allergiát idéz elő. És aztán gyereknél is lehet. Mert általában tudjuk, hogy van család, ahol mindenki allergiás. Törvényszerű-e az, hogy amikor a gyerek bekerül egy új közösségbe, akkor megbetegszik? Igen. Könyv szerint, tudósok állítása szerint minden gyerek 6 hónapon át joga van beteg lenni, ha bekerül egy környezetbe. Ez legyen óvoda, bölcsi. És ha 6 hónapon is túl a gyerek sokat beteg, akkor már azt a gyereket ki kell venni, egy kicsit otthon tartani és megint beadni, mert akkor nem fog tudni menni iskolába. Mert hát otthon egyfajta bacik vannak körülötte, az óvodában másfajta bacik vannak, akkor ott vannak a mindenféle mosószerek, más a konyha, mások a körüllévő emberek. Igaz az, hogy a betegségek megelőzhetőek vitaminokkal például? Nem megelőzhetőek. Hát a vitamin nem öli a bacit, meg nem öli a vírusokat.
Vitamint akkor kell szedni, amikor tavasszal vagyunk, amikor már az ember szervezete ez olyan, hogy felkészíti magát a télhez. Ez ilyen ciklusokban van. És nyáron pihenünk, sok D-vitamint termelődik a szervezetünkbe, akkor beveszünk mindenféle ásványanyagokat, a gyümölccsel, mindennel, és akkor telítve vagyunk úgy februárig. Vagy pedig lenne nagyon betegek vagyunk, már lehet ősszel is, nyáron is nagyon beteg lenni, akkor igen, akkor kell szedni valami vitamint. Vagy vannak betegségek, amik a vitamin hiányból keletkeznek, na, akkor azokat avval kell kezelni. Na de azt, amit a tévében mondanak, állandóan vernek minket fejen, hogy hát vitamin, ez a farmakológia nagyon jó biznisz. Minek van minden sarkon patika? Mi van a C-vitaminnal, vagy a D-vitaminnal? Mikor kell például a D-vitamint adni a gyereknek, illetve pótolni újra? Nyilván még a nyári időszak, tehát ez a november, december, az, amíg még kitart a D-vitamin, vagy egyáltalán szükség van adni D-vitamint? Engem úgy tanítottak valamikor, hogy egy kis D-vitamin hiány, az csak egy rachitis. Sok D-vitamin van a szervezetben, az egy halálos betegség. És e közt kell mindig lavírozni. És régen csak 6 hétig adtuk a D-vitamint az egészséges babának, és nem lett mindenki rachitis, nem vagyunk azok. Mi van a C-vitaminnal? Mennyi ajánlott például egy gyereknek, egy kamasznak? Hát attól függ, hogyha az ember beteg, akkor több C-vitamin bevonatra van szüksége. Ha egészséges, akkor kevesebbre. És akkor minden korosztálynak megvan az a milligram mennyiség, amik kell egy nap. Na, de nem kilóra. Azt a C-vitamint lehet túladagolni? Lehet. Ha nagyon sok C-vitamin van a szervezetben, akkor a vizelet ilyen savanyúvá válik, és akkor jobban kicsapódik a kő, a só, és akkor lehet vesekő belőle. Hát nem most rögtön, ez nem egy óra múlva lesz, na de egy 5-10 év múlva lehet. Szoktak a szülők azzal fordulni a doktornőhöz, hogy milyen típusú vitamint adjon a gyerekének? Persze, hogy szoktak, és akkor megbeszéljük, hogy például októberben nem kell semmilyen. Etetni kell a gyereket, enni kell neki adni, mindent kell neki adni. És általában a szülő jön, hogy már nem eszik semmit. Hát nem igaz, hogy nem eszik semmit, csak szendvicset eszik, na is. Hát van benne vaj, van benne hús, van benne zöldség, és utána iszik gyümölcslevet, tehát nem megvan a napi vitamin. Hogyha tehetné a doktornő, akkor mit ajánlana a szülőknek? Milyen vitaminkészítményt adjanak mondjuk egy novemberi időszaktól, egy tavaszi időszakig? Semmilyet. Ha a gyerek egészséges, akkor nem kell semmit. De a gyereket meg kell tanítani, hogy jön az ősz, és a fokhagymás pirítós kenyér nagyon finom, de akkor az egész családnak enni kell. Jön a savanyúkáposzta, egy kis hagymával, olajjal, nagyon finom. Na, megvan az alma. És ha beteg valaki, és nem úgy beteg, hogy 5 nap náthás, hanem beteg, igen, kórházba kerül, vagy szúrva van, vagy valami, akkor annak adunk egy 10 napi vitaminkurát, egy komplexbe, amiben minden benne van. Ha nincs olyan betegsége, ami a vitamin hiányból keletkezik. Ha nem törik a körme, ha nem sokszor van szájfertőzés, amikor előre tudjuk látni, hogy itt van egy kis C-vitamin hiány, vagy itt van egy kis más vitamin hiány. Azt mi orvosok, mi tudjuk, hogy miből mi keletkezik. Mi nem szedtünk még vitaminokat, mégis itt vagyunk. Mégis most a szülők többsége arra szavaz, hogy vitamin kell a gyereknek, hogy ne legyen beteg? De nem. Vannak emberek, akik nézik a tévét, olvassák a reklámot, és bemegyünk hozzájuk haza. Egy tárcán minden, amit reklámoznak, ott van. De szerencsére ezt, amit reklámoznak, ez nem gyógyszer, hanem ez étel kiegészítő. És a szervezetünknek van annyi esze, hogy a fölösleget kivezeti. Mert ha minden, amit megeszünk, felszívódna, hát már rég nem lennénk. Mindenki számára egységes csodaszerek nincsenek, sem a megelőzésben, sem a gyógyításban. Minden gyermek szervezete más, így nem egyforma a vitamin igényük sem. Egy valamit azonban érdemes észben tartanunk. A vitamin nem immunrendszer erősítő, csak hozzásegíti a szervezetet az optimális működéshez. Köszönjük a mai megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. A viszontlátásra!